Új csontozó tanműhelyt alakítottak ki a Debreceni Márton szakképző iskolában. A fejlesztés a hentes szakon tanuló diákoknak nyújt segítséget, hiszen korábban külső helyszíneken, például cégeknél kellett gyakorolniuk. A műhely elindulásához már csak egy speciális üzemi légkondicionáló berendezést kell beszerezni. Ez az intézmény 5 millió forint támogatást kapott az Agrárminisztériumtól. Ezen kívül hazai és Európai Uniós forrásból felújították a vizes blokkokat, a tornatermi öltözőket, a tanári szobákat és új eszközöket is beszereztek. Speciális védőfelszerelések, új eszközök. A Debreceni Márton szakképző iskolának ezt a korábban átlagos tanteremként működő helyiségét teljesen átalakították. Most minden, amire egy csontozó műhelyben szükség lehet, megtalálható itt. Ezen az ajtón érkezik be a záró, mérlegelés követően elhelyezzük a hűtőbe, és akkor tulajdonképpen innen kerül be a csontozó tanműhelybe, ahol a gyereke majd elvégzik a tarakolást és a húsrészeknek a csontozását. A szakmai gyakorlat viszont csak akkor indulhat el, ha a hatósági engedélyek is megérkeznek. Ehhez egy feltételt még teljesítenie kell az intézménynek. Üzemi légkondicionáló berendezést kell telepíteni. Itt nem az otthoni légkondicionálásra kell gondolni, hanem egy üzemi légkondicionálásra. Tehát itt jogszabály által meghatározott dolgoknak kell eleget tenni, többek között annak, hogy a különböző helységekbe milyen hőmérsékletet kell biztosítani. Tehát ez egy nagyon komoly ipari berendezésről van szó. Az igazgató elmondta, abban bízik, hogy a csontozó műhelyben az utolsó simításokat még idén el tudják végezni, és megkezdődhet a teremben a szakmai gyakorlat. Ehhez az Agrárminisztérium is segítséget nyújtott. A tanműhely kialakítását korábban 3 millió forinttal, most pedig a légkondicionáló berendezés beszerzését 5 millió forinttal támogatta. Ennek köszönhetően a tanműhely működése elől minden akadály elhárul, ami a reményeink szerint tovább fokozza majd a képzés színvonalát. Na, az a legfontosabb feladatunk, hogy újra vonzóvá tegyük az agrárszakmákat és megerősítsük a képzési hálózatot. A középiskolában a csontozó tanműhely kialakításán túl hazai és Európai Uniós forrásból felújították a vizes blokkokat, tornatermi öltözőket, korszerűsítették a tantermeket és új eszközöket is beszereztek. A fejlesztésre nagy szükség volt, hiszen az épület 1949-ben épült, azóta pedig csak apró felújításokat végeztek.